Van, amiből már több is létezik, ami nem elég kifejező, ami tájidegen, ami félreérthető, de akad szerencsére szép számmal olyan is, ami eséllyel szállt ringbe az M4-es új szakaszán épülő két híd előkeresztelőjén. A beérkezett 39 névjavaslatot értékelő testület a lakossági voksok figyelembevételével a Tiszapüspökinél épülő híd esetében Szapári Gyula vármegyei főispán belügyminiszter emléke mellett tette le a voksát, közvetlenül Béres József Széchenyi díjas kutató neve előtt. Az Agyva híd esetében Bedekovics Lőrinc jászsági geodéta lett a befutó. Valamint egy fogalom is, a jászkunság is bekerült a nevek közé, amit azért tartott nagyon fontosnak, mert az Agyva, amelynek a névadására a közönség ezt a nevet tartotta a legalkalmasabbnak, az fémjelzi, hogy a megye háromosztatósága nem az a szétválasztás, hanem az összetartozás élményét jelenti számunkra. És ebből a szempontból nekem nagyon felemelő, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye egy ilyen identitással és egy ilyen egységgel büszkélkedhet. A javasolt nevek indoklását a napokban elkészítik a felkért szakemberek. A megküldött laudációkat az ilyenkor megszokott módon az Agrárminisztérium mellett működő Földrajzi Névbizottság tekinti majd át. Én azt gondolom, hogy a Földrajzi Névbizottságnak sem lesz könnyű dolga, hiszen nagyon erős nevek fognak versenyezni egymással, de bízom benne, hogy valóban mindegyik ilyen név a megyénk identitását jelenti, és azt az üzenetet hordozza a jövő nemzedékei számára, hogy érdemes méltósággal és érdemes dicsőséggel végezni a munkánkat, hiszen akár az utókor is megemlékezhet rólunk.